Elkezdődött a tervezés hete. A héten először Egerben mutatta be a megyei területfejlesztési koncepció részleteit a Heves megyei önkormányzat. Ezt követően minden járási központban várják a véleményeket a dokumentummal kapcsolatban. Szabó Róbert, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a koncepció legfontosabb eleme a fejlesztési források hatékony felhasználása, hiszen ez a következő 7 évre meghatározza a megye fejlődését. A gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés központi szerepe van ebben az irományban, mivel Heves megye csak így tud sikeres és versenyképes lenni a jövőben, ha munkahelyeket tudunk teremteni, ha a régi munkahelyeket meg tudjuk őrizni, és a gazdaságot tudjuk fejleszteni a megyén belül is. Az elnök hozzátette, egyszerre nem lehet mindent fejleszteni. Az előző 7 éves koncepciónak szerinte ez volt a legnagyobb hátránya. Hangsúlyozta, meg kell találni a megye kitörési pontjait, amiben jobbak vagyunk a környező megyéktől, és ezeket kell fejleszteni. A megyei területfejlesztési koncepció egyébként az országos koncepció elfogadása után kerülhet a közgyűlés elé.